Magyarországon egyre nagyobb teret nyernek a munkaerő kölcsönző cégek, és a globális nagytőke, a multik egyre nagyobb számban foglalkoztatnak ilyen formában munkavállalókat. Egyébként egyre nagyobb számban vendégmunkásokat is, de még sok magyart is. Ez azért veszélyes, mert a munkaerő kölcsönzős cégeken keresztül foglalkoztatott dolgozóknak nincsenek meg azok a munkajogi lehetőségei, mint azoknak, akik normális foglalkoztatási formában dolgoznak, ugyanis a cégek a munkaerőkölcsönző cégekkel kötik a szerződést, és nem közvetlenül a dolgozóval. Tudunk nem egy olyan esetről, amikor például egy sztrájkot szervező munkavállalót azért tudtak gyakorlatilag fél pillanat alatt kirúgni, mert munkaerőkölcsönzős volt. Természetszerű, hogy a globális nagytőke, a multik szeretik ezt a foglalkoztatási formát, ugyanis őket nem érdeklik a munkások jogai, de sajnos azt kell látnunk, hogy a magyar kormányt sem érdekli, ugyanis látja ezt a folyamatot, érdemben mégsem tesz semmit. A Mi Hazánk mozgalom viszont azt szeretné, hogy a munkaerő kölcsönző cégeken keresztül foglalkoztatott munkavállalóknak is járjanak ugyanazok a jogok, mint azoknak, akik nem ilyen formában dolgoznak. Ha pedig ezt nem tudják elintézni, nem tudják kijárni, akkor az ilyen munkaerő kölcsönző cégeknek egész egyszerűen nincs létjogosultságuk. A Mi Hazánk mozgalom hiszi és vallja, hogy állami közbelépéssel, beavatkozással ezek a változások kikényszeríthetőek. És még egy dologra rá kell irányítanunk a figyelmet a munkaerőkölcsönző cégek kapcsán, ez pedig a vendégmunkások kérdése, mert ma bizony divatos azt mondani, például Székely Tamás, a VDS elnöke szokta mondani, hogy a vendégmunkásokat is szakszervezetbe kell tömöríteni, mert szerinte ez a magyar dolgozók érdekeit is szolgálja. Mi ezzel továbbra sem értünk egyet, ugyanis látni kell, tisztelet a kivételnek, és ez nem csupán formaság, tényleg vannak ilyenek, de a szakszervezetek nagy többsége még a magyarokat sem tudja megfelelően megszervezni, nem tudja a szakszervezetbe terelni, így tehát az, hogyha néhány vendégmunkást egyébként kevés eséllyel mégiscsak be tudna terelni, és egy kicsivel több tagdíjat be tudna szedni, például a VDS, attól a magyar szakszervezetiség, a magyar szakszervezeti mozgalom még nem válna erősebbé, és ebben egyet kell értenünk Radics Gáborral, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ők nem akarják szakszervezetbe tömöríteni a vendégmunkásokat, mégpedig azon egyszerű oknál fogva, mert a vendégmunkásoknak, a harmadik világbéli vendégmunkásoknak itt Magyarországon egészen más céljaik vannak, mint a magyar dolgozóknak.